A koronavírus járvány kirobbanása óta kevesebb véradó eseményt szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Éppen ezért felértékelődött a személyes megszólítás jelentősége. Utóbbi szervezethez egyébként sok adomány érkezett a Covid kapcsán. Erről is szó lesz mai adásunkban. Mutatjuk még miről. Szép estét kívánok! Facebook törvény szabályoznák a nagy technológiai cégek hazai működését. Emberkereskedelem megyünk az egyik legérintettebb terület. Segítségnyújtás, a Vöröskereszt is bekapcsolódott az országos mentőszolgálat munkájába. Tavasszal jöhet a magyar Facebook törvény. Az igazságügyi miniszter a napokban jelentette be, hogy törvényjavaslatot terjesztenek az országgyűlés elé a nagy technológiai vállalatok hazai működésének szabályozásáról. Mint Varga Judit fogalmazott, az elmúlt időszak eseményei megmutatták, hogy gyorsabban kell lépnünk az emberek védelme érdekében. Hiszen ma már önkényesen bárki lekapcsolható az online térből, bármilyen hivatalos, átlátható, tisztességes eljárás és jogorvoslat lehetősége nélkül. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdió. Márföld István média szociológus, jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Valóban félnünk kell? Hát összetettebb ez a kérdés, ennél szerintem nagyon rettegni nem kell attól, hogy itt hirtelen lekapcsolnak minket, ahhoz azért már valóban túl nagy falat a Facebook, és azért a kormányoknak is nagyon beszűkíti a mozgástartományát, az, hogy próbálják sok helyen sokféle kérdésbe szabályozni a Facebook működését. Elsősorban azért a probléma nem azt a problémát látják, mint nálunk, elsősorban a nagyságrendet. Tehát, hogy egy akkora konglomerátum jött létre Google-el, Facebook-kal, TikTok-kal, hogy ezek azért tényleg alapvetően befolyásolják az emberek napi életvitelét, napi hír ellátottságukat. Tehát ez egy elég komplex probléma. Sok helyen próbálkoznak, mondom nektek a legutóbbit, ugye az ausztráliai helyzet, hát az ausztrál kormány ott abszolút komolyan próbálta szabályozni, teljesen más kérdéskörből találta meg ugyanezt a megoldást, ott arról van szó, hogy azt mondja, hogy a előállított tartalmat azt ausztrál újságírók állítják elő, amit megosztunk a Facebookon, és hogy kapjanak abból pénzt, ugye, valamit vissza. És akkor mondta a Facebooktól, de hát... generálja a Facebooknak a nézettségét. Így van, de hát ő meg azt állította, hogy egyébként meg a hírről, meg a kutya se tudna, ha nem lenne ott a Facebookon. Minden esetre egyfajta jövedelem megosztás, és általánosan ez az álláspont. A legtöbb probléma az van, hogy azért a reklámbevételek nagyságrendileg ott a legnagyobbak a Facebooknál, és sokkal kevesebb csapódik le az egyéb hirdető közegeknél. Nem tudom, még az online cégek se tudnak olyan reklámbevételekre szert tenni, mint amiről mondjuk a Facebook vagy a Google. És ott pedig az történt, hogy mondta rá a Facebook, hogy hát igen, próbáljuk, meg általában jó jogászaik vannak, és ennyit mondanak, és akkor a vége az volt, hogy hát legrosszabb esetben akkor az ausztrálokat lekapcsoljuk. És hát ugye ott azért a felhasználók, akik ott vannak több milliós számban másik oldalon, hát ez olyan, mint neked is, vagy bárkinek azt mondanák, hogy holnaptól akkor nincsen Facebook, azért egy kicsit úgy megrémülnének az emberek. Lehet, hogy nem mennének itt tüntetni, de azért látok rá esélyt. És hát itt azért szó van arról is, hogy kiszabály. Kit. Így van. Tehát az európai és ez a Trumpos ügy, ugye, ami kirobbantotta ezt, hogy letiltanak felhasználókat, ugye azt szokták mondani, hogy addig nem volt probléma ez a kormányoknak, amíg egyébként eszközként jól tudták használni a Facebookot különböző kampányokba, majd elkezdődött azzal, hogy a kamu profilokat a Facebook lekapcsolta, és érdekes módon ez a kormányokat igen érzékenyen érintette, és hát utána kezdődött az a fajta tartalomszigorítás, amit addig számon kértek rajtuk, gyűlöletbeszéd, stb. Kiskorúak veszélyeztetettsége, érdekes, majd ez lesz a másik téma, amiről beszélgetünk. Ha lesz időnk, hogy ennek pont az volt a lényege, hogy ugye addig azt kérték rajtuk számon, míg most ez a másik oldal jelent meg, hogy a felhasználókat ne lehessen letiltani. És ugye ez addig hasznos volt a kormányok számára, most úgy értékelik, hogy nehogy már egy ilyen szervezet döntse el, és hogy a szabályozások, az állami szabályozások, azok vonatkozzanak a Facebookra is, és ne csak egy ilyen cég szabályozza a saját honlapján és a saját jogrendszere szerint. Egyébként az amerikai jogrendszer szerint van szabályozva, tehát az amerikai felháborodása még ennél is összetettebb volt. És egy állam mennyire szólhat bele? Ugye, hát akkor nem Amerikáról van szó, az Egyesült Államokról. Azért azt kell látni, hogy az Európai Unió
Unió az 450 millió embert jelent, az egy hatalmas felhasználó csapat, az Európai Unió beleszólhat ebbe, meg akarják adóztatni. Ezekre van esély, én azt gondolom, a tartalmi dolgokat azért erőteljesen szabályozza a Facebook olyan szempontból, hogy létrehoztak egy önálló jogi szervezetet, létrehoztak független újságírókból egy olyan szervezetet, aki egyébként értékeli a tartalmat, tehát ez a klasszikus kapuúr funkció, ami az újságíróknak a feladata, hogy megszűrjék a tartalmat, erre van a Facebook létrehozott egy jó csapatot, ennek van egy magyar tagja is, tehát ilyen szempontból van tartalom, szűrés működik, és amit ők szoktak mondani, amikor te aláírod, hogy te a Facebookon felhasználó akarsz lenni, te hozzájárulsz ahhoz, hogy elfogadod ezeket a szabályokat, és ez vonatkozik mondjuk a Trumpra is, aki aláírt egy ilyet. És egy tagállam mennyire tudja, mennyire tud behatással lenni a Facebookra? Esélye. Most ezt őszintén mondom, itt a magyar állam szabályozása arról szólna, hogy az EU az inkább tartalmiakat akar, mi megdig ezt a korlátozást a lengyelekkel egyetértve, a lengyelek se szeretnének, hogy korlátozhassák a felhasználói jogokat, esetleg profilokat letiltsanak. Hát sok esélyt nem látok rá, megmondom őszintén, itt hogy minél hamarabb legyen ebbe a döntés, ez egy kormányzati cél, mert az EU-s döntések és megállapodás után már szerintem kevésbé tudjuk mi befolyásolni ezt. Itt egyébként tehát akkor Facebook profilokról is szó van, de egyébként a kiskorúak védelméről is, mint ahogyan említetted is. Ez volt ugye a másik irány. Igen. Hány éves kortól kell egyáltalán félteni a gyereket? Hú, hát ugye azt mondaná az ember, hogy vannak ilyen, hogy egészséges média használat, és akkor arról beszélnek, hogy 2 éves korig ne is enged a közelébe a számítógépnek, meg az internetnek a gyereket, és akkor mit tudom én, 4 éves korig, 1 óra, 6 éves korában esetleg másfél, 2 óra képernyőidőnek hívják, tehát ez beleértve még a kis mesefilmjeit is. A különlegessége az a dolognak, hogy a 6 éves kor előtt a 80%-a már használja a gyerekeknek. 2 éves korában már vidáman 1 órát használja az internetet, és hát a nagy probléma maga a Covid vírus volt, hogy még amíg próbálta is a szülő otthon szabályozni a tudatos szülő az internet használatát, ugye az oktatás megszűnt, a kontaktoktatás és az online oktatás pedig azt generálta, hogy az interneten keresztül tudták elérni csak a gyerekeket. És hát ez főleg a 14 éves kor alatt, ez óriási problémák. Hát most ugye már nem akkora probléma, mert csak a gimnazisták nincsenek ott, és most, hogy azt megpróbál, hogy ott olyan tartalmak jelentek meg, hogy olyan zaklatások érik az interneten keresztül a gyerekeket, amivel addig nem találkoztak, ez valószínű. Mert valószínű azzal, hogy a szülő beállította neki a hozzáférés, stb. Mondjuk egy 10 éves gyereknek nem tudott ülni mellette az elmúlt időszakban reggel. És ha jól tudom, akkor most egy kampányt is indítottak annak érdekében, nem a gyermekek figyelmét akarják felhívni, hanem a szülők figyelmét akarják felhívni. Van, és ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag a olyan tartalmú képeket, a megfogalmazás nagyon jó, hogy amit te nem tennél ki magadról, ne tedd ki a gyerekedről is, ez egy egyszerű kis állásfoglalás, de van számtalan olyan, tanárok szokták kérdezni tőlem, hogy mire hívjuk fel a gyerekeknek a figyelmet, én arra szoktam mondani, vagy azt szoktam mondani például olyanra, hogy mi van a háttérben a lakásban, ugye addig rengeteget beszéltünk, hogy vannak olyan a Zoom-tól kezdve a Skype-on keresztül, hogy be tudod állítani, hogy elmosódjon mögötted a háttér, felhívni a gyerekeket, hogy használják ezt, és minél biztonságosabban. Egyetlen egy mondat, mert gondolom, hogy kiszaladunk az időből, hogy elsősorban itt a Facebookról beszélünk, de a másik oldalon azért sokkal inkább a TikTokról van szó, és az ott megosztott tartalomról. Ezt most újra szabályozta a TikTok, de még mindig nagyon lájtos a Facebookhoz képest, mert gyakorlatilag 13 éves kor tehetnek már fel ott fel a gyerekek. Most az lesz, vagy az van most már, hogy február 1-től, hogy a 13 és 15 év között szülői hozzájárulás kell ehhez. 13 év alatt, hogy legyen profilod, ahhoz is szülői hozzájárulás kell. Sőt, most már nem is lehet az új szabályozás szerint. Igazán ott vannak a problémák. Tehát Angliában óriási perek, olyan tartalom, gyermekpornográfia, stb. Jelent meg a TikTokon, hogy milliárdos büntetéseket szabtak ki rájuk. Tehát gyakorlatilag le kell ellenőriznünk a gyerekünknek a telefonját, hogy nehogy rajta legyen ez az alkalmazás.
rajta lehet. Én inkább azt mondom, hogy egy ilyen együttműködő dolog. Én együtt számítógépbe játékoztam a fiammal, és beszélgettünk róla, hogy hülyeség már azon a pályán túl, vagy miért még ülsz ott két óra hosszá, de most sokkal gyorsabban. Tehát én sokkal inkább a kommunikációra teszem a hangsúlyt, beszélgessünk a gyerekkel, és akkor sokkal többet tudunk meg, mint hogyha a telefonját nézzük 10 percenként. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Az Európai Bizottság tavalyi felmérése szerint Magyarország európai viszonylatban az első 5 között van az emberkereskedelem áldozatainak száma alapján. Az országon belül Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a leginkább érintett. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete 2019-ben világszerte 20 és 40 millió fő közé becsülte a valamilyen típusú rabszolgaságban élők számát. Akár az emberkereskedelem terén, Sanyi Szabolcs-Szatmár-Berek megye, az van a megyék közé tartozik, ahol ez inkább előfordul, mint más megyékben. Amit még esetleg tudnék említeni, az Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Baranya megye, így fejfej mellett haladva 3 megyében van leginkább döntően esetszám. Jelenleg is van több eljárás ilyen témában emberkereskedelem kapcsán, mennyire tezi kapitányságon és megyék főkapitányságon, de azért azt is látni kell, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy sokkal több ilyen tevékenység van, vagy ilyen jogsértés van, mint korábban, hanem talán annyi benne van, hogy a sértettek az áldozatok sokkal inkább fordulnak a rendőrséghez, meg hivatalos szervekhez, vagy hatósághoz segítséget kérni, mint a korábbi években, és ebbe azt látni kell, hogy egy komoly, most már évekre visszatekintő prevenciós tevékenység van, meg egyfajta hírverés van a témakörbe, pontosan azért, hogy mindenki, aki ilyen cselekménynek az áldozata, az igenis tegye valamit annak érdekében, hogy ne maradjon ebben a helyzetben, és hogy rendeződjék a sorosa úgy általában ezzel kapcsolatban. Konkrét számokat azt egyrészt nem is akarok mondani, mert hogy azt tudni kell, hogy van egy nyilvántartási rendszer, amely kérheti magának a segítségét, megsegítését az áldozat, és ez itt ez abszolút anonim, tehát hogy ha nem akar ebbe belemenni, akkor nem is kötelező. Évről évre több van, mondjuk úgy, hogy egy emelkedő tendencia van, az eljárások számában is található egy emelkedő tendencia, de ahogy mondtam, ez nem feltétlenül azzal van összefüggésben, hogy több ilyen eset van, hanem azt, hogy sokkal inkább a hatóság látókörébe kerülnek ezek a, hát az elkövetők is nyilván, akik ilyen prostitúciós tevékenységre kényszerítenek nőket, illetve önmagában ez a cselekmény valóban is jobban társadalom is talán jobban összefogott, sokkal nagyobb figyelmet szán neki, és éppen ezért előtérbe kerülve itt kicsit a rendőrségnek is könnyebb dolga van, de egy biztos, hogy sokkal több ilyen jellegű nyomozás van folyamatban jelenleg is volt az utóbbi időszakban, mint a korábbi években. Ne felejtsük el, hogy az emberkereskedelemről, ha beszélünk, akkor nem csupán a prostitúciót, a szexuális kizsákmányolásról beszélünk, hanem a munkacélű kizsákmányolásról is, tehát a kényszermunkáról például, vagy a gyerekmunkáról, illetve egyéb kizsákmányolás, például az adós rabszolgaság, és sajnos mind a hárommal találkoztunk az elmúlt időszakban, ha nem is a megyében, de kis hazánkban, hogy bizony nem csak a prostitúcióra kényszerítésről beszélünk, hanem nagyon sok esetben munkacélú kizsákmányolás történt, csicskáztatás hasonló módon emberekkel szemben Magyarországon, illetve hát nyilvánvalóan a külföldre visznek ki magyar munkavállalókat, akkor az ő esetükben is volt több olyan az elmúlt években, amikor is kihasználták őket, embertelen körülmények közt tartották őket, a szálláshelyre volt amilyen, nem kapták meg a bérüket, nem volt munkaszerződésük, és úgy általánosságban a munkavállalókat megillető jogaikat nem tudták gyakorolni. Tehát ez egy összetett dolog, de tény is való, hogy a prostitúció és a szexuális célú kizsákmányolás az kéz a kézben jár, ha emberkereskedelemről beszélünk. Nyilván vannak olyan rétegek, amelyek sokkal hátrányosabb helyzetben vannak, mint az átlag magyar ember. Nyilván a halmozottan hátrányos helyzetű emberek, akik nagyon szegény körülmények között élnek, szegény családban élnek, és itt alapvetően fiatal lányokról beszélünk, akiknek az iskolázottsága alacsony, nem beszélnek semmilyen nyelvet, és azért ki is vannak szolgáltatva a saját közegüknek, jobb élet reményében próbálnak Nyugat-Európában, leginkább Ausztria, Svájc, Németország, Belgium, Hollandiába. Sokszor azzal a történettel, hogy csak táncolni kell, vagy takarítani kell, vagy gyerekre kell vigyázni, és sokkal kevésbé a valóságot feltárva, hogy milyen tevékenységet kell kitélni, vagy végezni. A jó élet reményében vágna bele a nyugat-európai útjukba. Hát nyilván nagyon sok ilyen gyereklányról beszélhetünk, akik mondjuk a nevelő otthonokból
nevelkednek, vagy onnan kerülnek ki, nincs meg a normális családi környezet, ami nyilván visszatartó erővel bírhatna. Tehát alapvetően fiatal lányok, akik nevelő otthonokból, vagy nagyon nehéz sorsú családokból származnak, és egy kicsit rá vannak kényszerű arra, hogy a saját életüket úgy rendezzék, hogy ilyen viszonylag bátorító jellegű külföldre való utazással is azt hiheti, hogy ezzel megoldódnak a problémájuk hosszú távon. Viszonylag alacsony érzelmi intelligenciával rendelkeznek sok esetben ezek a lányok, akik sokszor szerelembe esnek éppen a futtatójukkal kapcsolatban. Eleve van egy kapcsolati, egy kötődés a futtatóval összefüggésbe, tehát sokszor a megmentőt látják benne, nem akarják elhinni, hogy az nekik rosszat szeretne, és ezt kihasználva viszik külföldre ezeket a lányokat. És akkor is, amikor már szembesülnek azzal, hogy nekik milyen tevékenységet kell kint végezni, illetve végzik is ezt a prostitúciós tevékenységet, még akkor is úgy állnak hozzá a futtatójukhoz, aki elveszi a pénzüket, aki esetleg még fizikálisan így bántalmazza, meg hát verbálisan mindenféleképpen, hogy igen, attól függetlenül, hogy ilyen, de ez, hogy szeret engem, hát egy ilyen kötődés kialakul közöttük, ami persze nem normális, de mindenféleképpen ezt lehet tapasztalni a rendőri gyakorlatból, hogy mégis nem fordul a futtatója ellen. Hello! Mit lehet? Mik az el? Nagy a látencia, sokszor a sértettek jelentik, ha már nem bírják tovább. Illetve a rendőrségnek is van egy szűrője, és egy-egy szervezet leleplezésekor derül fény az ilyen esetekre. Civil szervezetekkel is együttműködik a hatóság, amelyekhez fordulhatnak a sértettek. Mindenképpen megemlíteném, hogy országosan is, meg a megyében is azért nagyon sokan tesznek annak érdekében, hogy az emberkereskedelem ellen ténylegesen fellépjenek, illetve segítséget nyújtsanak ezeknek az áldozatoknak. Itt azért megemlíteném a Fehérgyűrű Közhasznú Egyesületet, vagy a Segítőkéz 2003 Szociális Egyesületet, illetve a Baptista Szeretett Szolgálatnak, meg a Református Szeretett Szolgálatnak vannak különböző képviseleteik, elérhetőségeik. Ténylegesen közreműködnek egyébként itt ezeknek az áldozatoknak a megsegítésében. És ezt tényleg úgy gondoljuk el, hogy ténylegesen kézzelfogható segítség, tehát nem csak az, hogy segítséget nyújtanak, akár pénzügyi segítséget, vagy jogi segítséget biztosítanak, hanem akár a védett szálláshelyi biztosítása pontosan annak érdekében, hogy az áldozat az kikerüljön ebből a körből, és hogy ne tudja megkeresni az elkövetőhoz egy futtatója. Tehát ez egy gyakorlatilag kézzelfogható segítséget jelent. Azért a BTK meglehetősen szigorúan fogalmaz ezzel kapcsolatban, és ugye egy büntetről beszélünk. Ha jól emlékszem, a BTK 192. szakaszon foglalkozik egész pontosan az emberkereskedelemmel. Itt azért elég hosszú szabadságvesztésre fenyegeti az elkövetőt a jogalkotó, amit azért fegyházfokozatban kell általában eltölteni. Tehát maga a visszatartó erő, ettől függetlenül azt gondolom, hogy annyira nem működik, hiába magas a büntetési tétel, hiszen azt látni kell, hogy ezzel a tevékenységgel, tehát konkrétan aki emberkereskedelmi tevékenységet végez, az a óriási jövedelemre is használva tesz, gyakorlatilag kell viszont valamit érte tennie, hiszen a lányok dolgoznak, és ebből kifolyólag ez egy komoly motiváció, hogy megtegyék ezt a cselekményt az elkövetők. Hát nyilván aztán, amikor a büntetőeljárásnak a vége az, hogy mégiscsak elítélik és szabadságvesztésre ítélik, akkor szembesülnie kell, hogy elég komoly, több évre terjedő szabadságvesztések bünteti a jogalkotó, illetve a bíróság. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének 2014-es felmérése szerint az emberkereskedelem évente világszerte 150 milliárd dolláros hasznot termel a bűnözőknek, ezen belül is 100 milliárd dollár a szexuális kizsákmányolásból származik. Tevékenyen segítette az országos mentőszolgálat munkáját tavaly a Magyar Vöröskereszt. Mások mellett a tesztelésre várakozók kiértesítésében könnyítette meg a mentők dolgát a humanitárius szervezet. Hagyományos feladataikat a járványhelyzet ellenére is igyekeznek a lehető legmagasabb szinten ellátni. Igaz, véradásból a pandémia berobbanása óta kevesebbet tudnak szervezni. A Vöröskereszt megyei szervezetének gazdasági munkatársai dolgoznak a Nyíregyházi Malom utcai épület emeleti irodájában.
Ezt a helyiséget is a közelmúltban alakították ki egy infrastruktúrális beruházás részeként. Még 2017-ben indult el egy közel 650 millió forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló országos fejlesztési program a karitatív szervezet 11 épületében több mint 4000 négyzetméteren. Ennek célja az volt, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokat nagyobb hatékonysággal, magasabb minőséggel tudják végezni. A projekt keretében új eszközöket, mások mellett fénymásolót, laptopokat, ambubabákat és defibrillátort is beszereztek. Utóbbiak a munkatársakon kívül az első segélytanfolyamon tanulókat és oktatókat is segítik. A fejlesztés során egy akadálymentes mosdót is kialakítottak, mellyel az épület teljesen akadálymentessé vált. A helyben mintegy 25 millió forint értékű fejlesztés a diszkrétebb ügyintézésre is lehetőséget ad a veszélyeztetett, hátrányos vagy krízis helyzetben lévők számára. És a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója. Kezdet sokan köszönjük, hogy itt van nálunk. Üdvözlöm a nézőket. Csak hogy az előző felvezetőhöz csatlakozzunk, nagyon, hát most így fogalmazom, le volt lakva az önök intézménye, tehát jól esett ez a beruházás, ez a fejlesztés? Egy építési beruházás, meg egy felújítás, azt gondolom, hogy minden non-profit szervezet életében nagyon jól jön, főleg azért, mert erre saját forrásból nem nagyon tudunk fordítani. A szervezet, ahogy ugye ezt mindenki tudja, non-profit szervezet, az adományok azok általában célzottan érkeznek, tehát működésre, állagmegóvásra, infrastruktúrális beruházásra ezekből nem tudunk fordítani, hiszen az, aki a viradást szeretné támogatni, vagy a rászorulókat szeretné támogatni, az célzottan adja a forrást, és azt nekünk cél szerint kell felhasználnunk, természetesen így is teszünk. Úgyhogy nagyon örültünk annak a lehetőségnek, amikor az Országos Vöröskereszt ezt a pályázatot megpályázta, és ebben a Szabolcs megyei szervezetnek is része volt. Itt elsősorban a Malom utcai épületünkre fókuszáltunk, itt elég zsúfoltan voltunk már, több munkacsoport dolgozott egy-egy irodában, ami a napi ügyintézést azért eléggé megnehezítette. Azért ezt így kell elképzelni, hogy ott, ahol például három viradás szervező dolgozik, mellettük nagyon más nem nagyon tud labdába rúgni és elmélyülten dolgozni, vagy nem tudnak ügyfelet fogadni, hiszen ha ott valaki akár a számítógépen dolgozik, egy másik pedig donorbehívást hajt végre. Az azt jelenti, hogy folyamatosan a fülén van a telefon, folyamatosan telefonál, beszél, tehát abban a közegben nehéz úgy dolgozni, hogy a munka hatékony legyen. Másrésztről nagyon fontos volt, hogy az épületnek az akadálymentesítése és a megközelíthetősége minél jobb legyen, illetve az is nagyon fontos szempont volt ennél a beruházásnál, hogy az ügyfelek egy minél kulturáltabb és modern környezetbe tudjanak megérkezni, tudjunk kialakítani olyan helyiségeket, ahol a személyes ügyintézés diszkrétebbé tud válni. És önök azért másfajta szolgáltatást is nyújtanak, tehát például oktatnak is. Ez így van, a közúti első segélynyújtó tanfolyamokat szervezzük. Az oktatótermünk az nem a Malom utcán van, viszont ennek van egy nagyon költséges felhasználása, ezek a gyakorló babák, az ambubabák, amin a vizsgára készülők, illetve akit a társadalmi első segélynyújtás, a laikus segítői szerep érdekel. A bemutatókon, falunapokon, egészségnapokon ezek a babák elkopnak, elhasználódnak, ami nagyon jó volt, hogy ebből a beruházásból például erre is jutott lehetőség, hogy ezt az eszközparkunkat meg tudtuk újítani, illetve a számítógép parkunkat tudtuk egy kicsit frissíteni, azt nem csak a Malom utcai központban, hanem a 7 területi szervezetünknél is az igényeknek megfelelően. Beszéljünk a 2020-as esztendőről, hát azt gondolom senkinek sem volt túlságosan könnyű, így önöknek sem, ugye a pandémia miatt. Hát akkor, amikor először megjelent ez a történet, akkor nem kaptak egy kicsit a szívükről, hogy ó, te jó ég, hogy ki fog egyáltalán jönni vért adni. Hát dehogy nem. Dehogy nem, a szívünkhöz is kaptunk, és volt is márciusban egy olyan két hét, amikor picit úgymond zavarodottan álltunk a dolog előtt. Egyrészt azzal kellett szembenézni, ahogyan a felkonferálásban is szerepelt, és ezt kellett tudomásul vennünk, hogy kevesebb viradó eseményt fogunk tudni megszervezni, mint ami az előző években volt. Ezért arra tettük a hangsúlyt, hogy ami rajtunk múlik, az a donoroknak a megszólítása és a helyszíneknek a szervezése. Viszonylag hamar, úgymond helyreállt a rend,
tehát a települési önkormányzatok nem zárkóztak el attól, hogy művelődési házakat, akár iskolának a tornatermét, vagy egy-egy olyan helységet a rendelkezésünkre tudjanak bocsájtani, ahol a víradókat a települési véradásokon tudjuk fogadni, illetve voltak olyan cégek, akik szintén nem zárkóztak el, úgy gondolták, hogy ennek sincsen nagyobb veszélye, mint annak, hogy a munkatársak nap mint nap bemennek dolgozni a munkahelyre. Így kihasználtuk azt a lehetőséget, akik partnereink maradtak, vagy a belső szabályozásuk nem tiltották azt, hogy külső szereplő bemenjen az üzemek területére, ott meg tudtuk szervezni a véradásokat. A munkatársaim eddig is nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a véradókat megszólítsuk. Most ez még személyesebb lett, hiszen gyakorlatilag minden véradót telefonon is felhívunk a véradások előtt, a soron következő véradások előtt. Egyrészt nagyon fontos ez azért, hogy a félelmet eloszlassuk. Amikor kérdezik tőlem, hogy mennyire veszélyes a véradás, én erre azt tudom válaszolni, hogy semmivel sem veszélyesebb, mint elmenni a postára ügyet intézni, elmenni a bankba ügyet intézni, vagy például a hétvégét egy bevásárlóközpontban tölteni, és a heti vagy a napi bevásárlást elvégezni, sőt azt gondolom, hogy veszélytelenebb, hiszen itt a távolság megtartása, a higiénis szabályoknak a betartása eddig is nagyon fontos volt, a pandémiás időszakban pedig erre kifejezetten és nagyon fokozottan figyelünk. Még azért annyit mondjon el, hogy mi a jelenlegi helyzet, tehát hogyha valaki szeretne vért adni, akkor ezek szerint megteheti. Ezt megteheti ugyanúgy a úgymond a szokásrend szerint a viradás.hu weboldalon mindig tud tájékozódni arról, hogy hol van a soron következő véradásunk, van-e olyan véradás, ami nem üzemekben vagy nem gyáregységekben történik, mert azok zártak a nagy közönség előtt, viszont a települési véradások nem, ezekre sok szeretettel várjuk a fiatalokat is, hiszen ami most nekünk nagyon fontos, hogy a középiskolákban nincsen oktatás, ezért a középiskolás véradások itt ebben a tavaszi időszakban úgymond sorra maradnak el. Tehát én arra kérem a fiatalokat, aki úgy érzi, hogy szeretne segíteni, szeretne valami jót tenni másokkal, akkor jöjjön és nyújtsa a karját. Ezt ne csak iskolai keretek között tegye meg, hanem tegye meg, keresse meg azt a helyet, ahova el tud menni vért adni, de egyébként mi is szervezünk különböző helyszíneken olyan véradást, ahol ezt a célcsoportot szólítjuk meg. Mi csak azt kérjük tőlük, hogy jöjjenek el, vegyenek részt rajta. Sajnos a jelenleg járványhelyzetnek még mindig nincs vége, de ha jól tudom, akkor önök is segítenek, nem csak véradás tekintetében. Hát amivel tudunk és amiben részt tudtunk venni, ez kiemelt feladatunk is volt 2020-ban. Az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Vöröskereszt között létrejött egy megállapodás, még a pandémia első hulláma idején, hogy amiben be tudunk kapcsolódni és tudjuk segíteni a társszervek munkáját, ez amúgy is kötelességünk egy katasztrófa helyzet idején, de ezt a pandémia idején is meg fogjuk tenni. Az első hullám idején a határ mentén, a határátkelőknél teljesítettünk szolgálatot, itt a második hullám idején pedig november elejétől egészen karácsonyig napi szintű munkavégzésre jártak az önkénteseink a mentőszolgálathoz. Aki ebben az időszakban lett beteg, és délután 4 óra után értesítették, nagy valószínűséggel a Vöröskereszt önkénteseivel beszélgetett, és ők nyugtatták meg őket, ők adtak információt arról, hogy a tesztkocsi mikor érkezik a betegekhez. Ez egy nagyon szép és nagyon jó élmény volt, mind a mellett, hogy a dolog, ami miatt ez megtörténik, az annyira nem egy szívderítő történet, viszont mi azt vettük észre, azt tapasztaltuk, hogy a tesztre várók nagyon örültek ennek a telefonnak, örültek annak, hogy beszélget velük valaki, hogy tudják, hogy mi lesz a következő lépés. Én nagyon köszönöm az önkénteseknek, akik bekapcsolódtak ebbe a munkába. Ráadásul egyre többen. Egyre többen. Nagyon-nagyon jó volt ennek a
ennek a szervezésnek már az első perctől kezdve mi aggódtunk, hogy hogyan fogjuk tudni megoldani, hogy ki lesz az, aki minden nap jön 4 órától a munkaideje után, vagy a szabadidejéből, hogyan fognak erre áldozni az emberek. Első körben úgy terveztük, hogy ezt munkatársakkal fogjuk megoldani, hiszen nekünk ebben részt kell venni, tehát meg is fogjuk oldani, és egy nagyszerű érzés volt, amikor 2 hét után annyi önkéntes jelentkezett, hogy amikor egy újonnan belépő volt, akkor mondták, hogy de hát akkor mi nem fogunk tudni menni, mert hogy ezt nagyon élvezték. Volt, aki azért jött, mert átesett a fertőzésen, és úgy érezte, hogy ezzel tud segíteni a másik beteg emberen, hogy a gyógyulásához hozzá tudjon járulni. Van, aki pusztán időtöltésként, mert most éppen olyan stádiumban volt a munkaerőpiacon, hogy valami értelmes feladatot tudott találni magának, és azért jött hozzánk önkéntesnek. Ami nekünk nagyon jó volt, hogy egy teljesen új csapat állt össze a Vöröskereszt égisze alatt, aminek mi nagyon örülünk, hogy meg tudtuk szólítani. Ugye itt szó volt a közösségi média használatról, nekünk nagyon jó szolgálatot tett. Ennyi megosztásunk, tehát a Szabolcs megyei Vöröskereszt közösségi oldalán ennyi megosztás soha nem volt, mint ahányan ezt a felhívásunkat osztották meg, hogy önkénteseket toborzunk kórházi, illetve mentőszolgálathoz feladatellátásra. Mi ezt a feladatot kaptuk, mi ezt láttuk el, de más megyében más típusú feladat volt, ahol a tesztelésben is részt vesznek a megyei kollégák és önkéntesek, tehát ahány megyei szervezet, annyiféle megkeresés volt, mindenki igyekezett ebben helytállni. És ha jól tudom, akkor nem csak ebben növekedett meg a kedv, hanem adományok terén is többet ajánlottak fel. Nagyon sok adományt kaptunk a pandémia időszakában. Milyen adományokra lehet gondolni? Élelmiszeradományt, tisztítószeradományt kaptunk, helyi vállalatok is kifejezetten a megyei Vöröskeresztet segítették, illetve nagyon nagy volt az országos összefogás, a nagyobb cégek, akik már eddig is nagyon jó partnerei voltak a Magyar Vöröskeresztnek, ebben az időszakban sem feledkeztek meg rólunk. Több 100 kilogramm csokoládét osztottunk ki húsvét környékén a megyében, ez több helyről érkezett, amivel igyekeztünk egy picit a gyerekeknek a tanulási kedvét megmotiválni. Nagyon sok élelmiszert osztottunk ki most karácsony előtt is, helyi futócsapat jelentkezett be hozzánk is, választott bennünket, hogy rajtunk keresztül szeretnének segíteni, és nagyon jó érzés volt, amikor iskolák kerestek meg bennünket, hogy nincs-e akkor most a karácsonyi akciónk, volt, adományoztak, és mi pedig azt nagy szeretettel szétosztottuk. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak a 35 perccel, legközelebb jövő hét hétfőn találkozhatnak. Viszontlátásra!